Beköszöntött az ősz, a természet ünnepi díszbe öltözött. Akárcsak városunk békés is ünnepel ezen a hétvégén, hiszen immáron 13. alkalommal várja a kikapcsolódni vágyókat a Madzagfalvi Napok programsorozata. Köszöntöm a kedves kilátogatókat, önök a napi események összefoglalóját látják és hallják. Gyönyörű napsütésben indult a nap Madzagfalván. A horgásztatot kedvelő gyerekek már reggel 7 órakor ott voltak a Jákó kishalfogó versenyen, melynek megszervezésében a Békési Horgász Egyesület működött közre. A fiatalok lelkesen próbálták kifogni a halakat az élővíz csatorna partján. 45 versenyző van, 2 orosztás versenyünk van, értékes díjakkal vagyunk jelen. Reméljük ezzel is színesebbé tudjuk tenni a Madzagfalvi napokat. Érdeklődők úgy látszik, hogy vannak, gyerekek, ifjúság jelen van. Idén is, mint minden évben megmérettetik magukat a kosárlabda szerelmesei a Viharsarok kupa keretein belül, a Dr. Hepp Ferenc és a Karacs Teréz tagiskola tornatermeiben. Ennek az iskolának a névadója Dr. Hepp Ferenc, aki a magyar kosárlabdázás atya, olimpikon és a TF tanára volt. Örülök, hogy a versenysorozat az egyik leghosszabb sportversenysorozat a városban, és annak is örülök, hogy a kosárlabda él, és nem is akármilyen szinten, ugyan női, mint a férfi vonalon, mindig évről évre kerülnek ki jó csapatok, jó versenyzők, és a hagyományt mindig tovább viszik. Valamikor nemzetközi volt ez a torna, a lányok nagyszalonta részvételével, és most ebben az évben ismét sikerült nemzetközivé tenni, ugyanis a fiúknál az aradiak jelentik a románokat, hiszen a West Phoenix Arad együttese hasonló a Divízió 2-be játszik Romániában, tehát hasonló képességű csapatok találkoznak itt. A lányoknál csapat van a Mezőberény, Békés, Kiskunfélegyháza és a Nyíregyháza együttese, míg a férfiaknál az Arad, Békés, Mezőberény, illetve a Gyula csapatai mérik össze körmérkőzés formában a tudásukat. A kosárlabda mellett egy másik sportág kedvelői is megmérettették magukat a mai napon, ugyanis a kulturális központban Madzagfalvi Rapid gyermek és felnőtt sakkversenyt rendeztek. A verseny célja a versenysakkozás népszerűsítése, játék lehetőség biztosítása, valamint sportbaráti kapcsolatok ápolása volt. Egész délelőtt ment az agyalás és a gondolkodás a versenyzők között. Felnőtt és gyerek kategória van. A felnőtt kategóriában ugye felnőttek is igazolt versenyzők játszanak, de amatőrök is játszhatnak, 18 fő gyűlt össze a felnőtt kategóriában, szintúgy a gyerek kategóriában is 18 fő gyűlt össze. A díjazásról az abszolút kategória győztesek a B csoportba kupát kapnak, és külön bontjuk a lányokat is, a fiúkat is, tehát a lányok közötti sorrendet állapítjuk meg, első, második, harmadik helyzeteket, ők érmet kapnak. A felnőtteknél pedig a díjazás első, második, harmadik helyzet kupáról szól. A délelőtti órákban az Eötvös József tagiskola aulájában nyitotta meg Izsó Gábor városunk polgármestere a Békés bemutatkozik kiállítást, ahol Madzagfalva intézményei, vállalkozói, iskolái és óvodái mutatják meg magukat a közönségnek a két napon keresztül. A kiállítás filozófiája az volt, és a napjainkban is az, hogy a békésiek, illetve azok, akik elszármaztak Békésről, meg tudják mutatni magukat, produktumaikat, elsősorban a békésieknek, magunknak és az ide látogatóknak. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez a kiállítás ezen alkalommal is, mint látják, nagyon szépre és gazdagra sikeredett. Elsősorban azért, mert ez egy jó érzés, másodszorban pedig azért, mert ez azt jelenti, hogy a kiállítók, akik több mint 40-en vannak, fontosnak tartják ezt az eseményt, fontosnak tartják, hogy legalább egy évben egy alkalommal, így összegyűjtve, nagy közönségének megmutatkozzanak. Szeptember első hétvégén ilyen gazdag programkínálat mellett mindenkinek legjobb helye a rendezvénytéren van, mindenki számára egy ideális időpont, hogy az óvi bemutatótól kezdve a város egyéb közösségeinek, a további közösségeinek a bemutatóig mindenki megtalálja a magának megfelelő színvonalas programot.
most a madzagfalvi napok ideje az, amikor még egy utolsó kampányt hirdetünk az idei békés kártyára, mind lakossági, mind vállalkozói szinten. Tehát mind a két partneri kör az információs sátor környékén tudja igényelni, be tud lépni ebbe a körbe, és természetesen még van egy negyed év, amíg úgy gondolom, hogy a békés kártya árának a többszörösét tudják kedvezményként megvalósítani, realizálni. 2015. szeptember 1-jével a Békés megyei Tiszakálmán közoktatási intézményt vette fel az új intézmény. Ez 4 oktatási egységet takar, méghozzá Békésen, Déaványán, Orosházán és Gyomaendrődön találhatók ezek az oktatási egységek. 3200 tanuló jár majd az intézményünkbe, és közel 400 dolgozóval kezdjük meg már az új évet. A Ne Felejts Békési Hagyományőrző Közhasznú Egyesület nagyon régóta igyekszik a város életébe úgy bekapcsolódni, hogy egyrészt egy szolgálatot teljesít, másrészt pedig a békésre látogatóknak igyekszik kedveskedni apró figyelmességekkel, de ugyanúgy ebben a programsorozatban a 2 nap alatt játszóházban is részt veszünk, és ahol csak lehet tesszük a dolgunkat, a Virágos Békés kiállításon is a megnyitón részt veszünk, illetve a zsűrizésben is aktívan tevékenykedtünk, igyekszünk jó szolgálatot tenni a városnak. De minden közösség életében fontos, hogy azon túlmenően, hogy ha szóval megteszik a számvetést az előző évről, akkor ezt valahogy virtuálisan is megtegyék, tehát láthatóan, és hogyha ezt megteszik, akkor az nem árt, hogyha ez egy nagyon vidám és szórakoztató körülmények között történik meg. Na most a madzagfalvi napok ez egy ilyen dolog, ahol aztán az életnek a legkülönbözőbb lehetőségeit, szórakozási lehetőségeit, gasztronómiai élményeit, sportélményeit megnézhetik és kipróbálhatják az emberek. Már délelőtt elkezdődtek a programok a szabadtéri színpadon. Elsőként az óvodások mutatkoztak be a madzagfalvi ovibuli keretein belül. Majd pedig a Meskete Meseszínház előadásában tekinthették meg a gyermekek a Falánk Tyúkocska című zenés mesejátékot. Délben elmaradhatatlan volt a Jó ebédhez szól a nóta Rácz Béla és Farkas Károly jó voltából. Fellépett még a Békésvárosi Ifjúsági Fúvózenekar is. Továbbá új csoportos edzésformákat mutatott be a Fecó Fitness. Délelőtt 11 órától egészen 16 óráig egy karitatív program is megvalósult a madzagfalvi napok keretein belül, hiszen az Eötvös József Székhelyi Intézmény bejáratánál a Jantyik utca felől madzagfalvi véradást rendeztek, ahol bárki vért adhatott. Az Erzsébet-ligetben már délelőtt elkezdődtek az események és családi programok. Ki lehetett próbálni, hogy milyen a lovaglás tátos paripán. Egy igazi harcművészeti bemutatón is részt vehettek az érdeklődők, hiszen itt volt a Békés Csabai Baranta csapat, akik baranta bemutatót tartottak, népi játékokkal megfűszerezve. Itt volt továbbá a Lombrágó Kalandpark, valamint a Békés Bikája erős ember versenyt is megrendezték. Hagyományosan, mint minden évben, így idén is megrendezésre került a madzagfalvi bicajtúra a mai napon, melyen ismételten nagyon sokan részt vettek. A Csíkos utcáról indultak, majd elbicajoztak Muronyba a Jantyik kápolnához. Ezt követően pedig visszabringáztak a Csíkos utcára. A 13. madzagfalvi napok keretein belül 6. alkalommal rendezték meg a madzagfalvi cica szépségversenyt. A következő kategóriában díjazta a zsűri a cicákat. Többek között a legfiatalabb, a legöregebb, a leghangosabb, valamint a legszebb bundájú kategóriában, emellett az első, a második és a harmadik helyezett cica is díjat kapott, valamint a Békés Városi Kulturális Központ külön díját is átvette egy cicus. Közel 20-an neveztek a mai versenyre. Yeah.
Egy igazán különleges tárlat nyitotta meg a kapuit a Békés bemutatkozik kiállítás mellett a mai napon, a Békés Városi Galéria kistermében délután 13 órától. Ugyanis Izsó Gábor városunk polgármestere nyitotta meg a Főterünk másfél száz éve című fotókiállítást, ahol szebbnél szebb és érdekesebbnél érdekesebb fotókat tekinthetnek meg az érdeklődők. A kosárlabdán és a sakkon túl Békésváros legjobb sportolóinak vetélkedőit is megrendezték Madzagfalván, a városi sportcsarnokban, a szuperbajnok verseny keretein belül. Tisztelettel köszöntöm Önöket ebben a gyönyörű épületben. Önöket, mint elszármazottakat, egyben a leghűségesebb békésieket, akik ismét eljöttek hívásunkra, hogy legalább egy napot töltsünk együtt, vagy egy szűk délutánt, és tájékozódjanak a város eseményeiről, találkozzunk egymással, önök találkozzanak egymással, föltöltődjünk valamennyien. A Madzagfalvi Napok keretén belül ez nagyon jó alkalom, mint már 13-jára. A Madzagfalvi Napok minden évben lehetőséget teremt arra, hogy a Békésről elszármazottak egy napra hazalátogassanak a szülővárosukba. Sokan ezt az alkalmat kötik össze azzal, hogy a még városunkban élő rokonaikkal is találkozhassanak, eltölthessenek egy hosszú hétvégét az emlékek jegyében. Idén is megrendezték tehát az elszármazottak találkozóját ma délután 15 órától. A délutáni időszak is nagyon mozgalmasan zajlott a szabadtéri színpadon Madzagfalván, hiszen fellépett Surman Zoli és a Békési Fiúk. Nem bírom már ezt a terhet, mert a szívem téged szeret, bármi legyen, tudja meg. Hatalmas hangulat kerekedett a Belencéres Néptánc Együttes fellépése alatt, szólt a hegedű, a táncosok pedig ropták a csárdást a közönség nagy örömére. A néptáncot követően egy kis stílusváltás következett, hiszen városunk büszkeségei, Sas Attila és Rácz Renáta, valamint zenekaruk léptek a színpadra. Az Atis és Renkó formáció a rokkosabb és alternatív dalokon túl saját szerzeményekkel is megörvendeztette a rajongókat. Kedves közönségünk, mozgalmas napot tudhatunk magunk mögött, hiszen volt itt minden a mai napon, mi szemszájnak ingere. Itt azonban korán sem ér véget a rendezvényünk, hiszen holnap is színesebbnél színesebb programokkal várjuk Önöket. A mai nap is tartogat még programokat, a koncert után 22 órától Dánfokon indul majd az egész éjszakán át tartó Summer DJ Festival, 10 DJ-vel és soha nem látott parti elemekkel. Az elmúlt 10 év legnagyobb buliával várják a partizni vágyókat. Előtte azonban érkezik a mai este fénypontja. Itt a szabadtéri színpadon a Csillag Születik sztárja, egy igazi csillag, Tabáni István. Reméljük, hogy nem csak szerelem volt, hanem az is. Az? Szerelmesek vagytok? Nagyon? Na, ki a szerencsés? Nem, engem nem ér bele számítani. Mondom, mindannyian hoztatok párt magatoknak. Nem, egyedül jöttetek? Jaj, hát micsoda buli lesz ez. De akkor ez én ismerkedő lesz, mert lehet itt ismerkedni. Már megvan a jelölt neked, vagy? Mondom, hogy engem ne számíts bele. Foglalsz vagyok. Na. Jó van. Na hát akkor a következő dalt is fogadjátok sok szeretettel, jó?